Batthyány György hétfőn nyílt levélben kérte az ellenzéket, tárgyaljanak vele a közmédiáról, állami hirdetésekről és digitális elképzeléseiről. Az Egységben Magyarország mindenre úgy reagált, idézem, aki Magyarország digitális stratégiájának kidolgozására ajánlkozik, használja az elektronikus levelezést. Márki-Zay Péter pedig azt mondta, az összefogott ellenzékkel szemben indulni készülő pártok általában a Fidesz érdekében lépnek fel. A közbeszerzési eljárások átalakítását és a közmédia állami támogatásának csökkentését is tartalmazza az az 5 pont, amit nyílt levelében írt az ellenzéki összefogásnak Batthyány György. A milliárdos állításai szerint a kormányváltást szeretné, ezért arra kéri az ellenzéket, támogassák őt és kezdjenek tárgyalásokat. Az Egységben Magyarországért ezzel kapcsolatos megkeresésünkre úgy reagált, aki Magyarország digitális stratégiájának kidolgozására ajánlkozik, felhívnánk a figyelmét az elektronikus levélre, mint kapcsolatfelvétel korszerű digitális módjára. Az LMP társelnöke Egyenes Beszéd című műsorunkban jóval szigorúbban fogalmazott Batthyány törekvéseivel kapcsolatban. Egy kívülről jött ember, aki még egyszer női teste kizsákmányolásából szerezte a milliárdjait, nekem ezzel tényleg nincs dolgom. De nem a Batthyány vezette kis párt az egyetlen, amely a két nagy tömb, a Fidesz-KDNP és a 6 párti összefogás mellett indulna a választáson. Elég a Covid-diktatúrákból plakáttal kampányol a Mi Hazánk mozgalom. Vezetőjük 7% fölötti eredményre számít tavasszal. Én azt látom, hogy óriási igény van arra, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, hiszen országjárásra indultam, és ennek keretén belül Magyarország összes választókerületébe ellátogatok személyesen. Szanyi Tibor alkalmatlannak látja az ellenzéki összefogást, így esélyesként látja pártját az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat tavasszal. Alkalmatlanság miatt még senki nem bukott meg ebben az országban, korrupcióba, szexbe inkább, hülyeségben nem. Tehát én azt gondolom, hogy bárki még itt előre törhet, vannak új szereplők is, például az én pártom. A 2019-es európai parlamenti választás időpontjának kitűzésekor 264 jogerősen bejegyzett pártról lehetett tudni Magyarországon. A századvég elemzője úgy véli, amennyiben a baloldal gyengén szerepelne, az erősíteni a kisebb pártokat. Ha ellenzékváltó hangulat folytatódik, ahogy abból a titkos kutatásból is láttuk, hogy ez a kétfarkú kutyapártot, illetve a Mi Hazánk mozgalmat erősíti, akkor a baloldal gyenge szereplése esetén elképzelhető, hogy ők mandátumhoz is juthatnak. Az újabb pártoknál ez kevéssé valószínű. Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, a Magyar Hangnak adott interjújában azt mondta, az összefogott ellenzékkel szemben indulni készülő pártok a Fidesz érdekében lépnek fel, céljuk az ellenzéki szavazók elbizonytalanítása.